Az elejétől itt vagyok, tehát 2014 óta részt veszek én is a művészterületben, úgyhogy nem volt ismeretlen számomra a terep. Jászfényszaron 9. alkalommal szervezték meg a város művésztelepét. Ez alkalommal a szervezői feladatokat Koncz Gábor, Jászfényszaron letelepedett festőművész vállalta fel. A szervezés az nem könnyű, tehát már tavasszal érdemes elkezdeni, mert minden művésznek be van táblázva a nyara, ugyanis a művészek általában nem egy művésztelepre járnak, hanem akár 4-5 telepre is elmennek nyáron. Vonzerő talán az lehet, hogy már most azért azt gondolom az utóbbi években az országban egyre kevesebb aktív művésztelep van, és nagyon szívesen jönnek a művészek emiatt, mert nagyon élvezik azt, hogy közösen dolgozhatnak. A szervezők is az ország minden szegletéből, de jó rész a Jászságból érkezett összesen 26 alkotó, így külön köszönetet mondott a feltételeket megteremtő városi önkormányzatnak és a Művelődési Ház háttérmunkát felvállaló munkatársainak. Sok művésztelep halt el az utóbbi években. Több oka is van, hogy kevesebb. Az egyik fő oka talán a világjárvány volt. Ott azokban az években sajnos több művésztelep kilátástalan helyzetbe került, és emiatt sajnos befejezte az aktív munkáját. És örülök annak, hogy Jászfényszaron ez nem így van, hanem tudtuk folytatni. Három kiállító teremben a 26 alkotó 40 munkáját állították ki. Az összeállítást és Zilahi Zoltán szabadtéri tárlatát képíró Ágnes művészettörténész ajánlotta a hétvégi megnyitón megjelent nagyszámú érdeklődőnek. Egy eseményen belül két megnyitón aktívan közreműködni számomra több mint megtisztelő, de az igazi jelentőség és érdem azonban a települést illeti, amely itt a Városi Napok keretén belül két izgalmas kiállítás megnyitóját is megszervezhette. A művészek a 30 éves város indító gondolat mentén készítették el alkotásaikat. Képeiket szeptember végéig láthatják a képzőművészet kedvelők Jászfényszaron a Művelődési Házban, majd azokat október 4-től Jászberényben állítják ki.